az Intercize Múzeum és a helyi lengyel nemzetiségi önkormányzat munkatársainak szervezésében Eszterházy János életéről hallhattak előadást az érdeklődők október 8-án, pénteken. Az érdekes és tartalmas időtöltésről dr. Molnár Imre szociológus, történész, diplomata gondoskodott. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, akkor nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök itt mindenkit az Intercize Múzeumban. Az Intercize Múzeum, illetve a Dunai Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal közösen szervezzük ezt az első előadást. Hármat fogunk egyébként szervezni itt október hónapban. Azért próbáltuk ilyen nagyon gyorsan, mert nem tudjuk, hogy mi lesz a járvány helyzet, és Évával és Istvánnal azért egy jó kapcsolatunk alakult ki már az elmúlt évek során. Úgyhogy hát úgy döntöttünk, hogy akkor az első előadás lenne a mai. Egy hét múlva én próbálok rávilágítani a magyar-lengyel barátságra. Valahogy úgy képzelném el, hogy egy ilyen kis beszélgetés is lenne, ezért szeretném, hogyha minél több Dunajvárosban élő lengyel is eljönne, hogy ők lengyelek bennünket hogyan látnak. Tehát ugye mi azt mondjuk, hogy a lengyel-magyar barátság ez mindent visz. Mit mondanak ők? Nos, de térjünk vissza a mai előadásra. Valójában, ha mi azt nézzük, hogy gróf Eszterházy Jánosnak az életét vesszük figyelembe, akkor az ő élete összefügg a magyar tragédiával, ami történik az egész 20. században. Valójában, és nem szeretném lelőni természetesen a poént, de de gróf Eszterházy János volt az egyedüli, az akkori fasiszta Tiszó kormányban, egyébként Tisza József volt, és jól beszélt magyarul az illető. Ő volt, aki nem szavazta meg a zsidó törvényt. Annak ellenére a II. Világháború után, miután jelentkezik Gusztáv Huszáknál, az akkori belügyi mindenesnél, hogy próbálja ezeket tisztázni, az simán átadja őket a szovjeteknek, és hosszú börtönbüntetésre ítélik, sőt, halálra is ítélik. És az az Alexander Mok, aki az egész zsidó deportálásokat intézte belügyminiszterként Szlovákiában, az megúszta pár évvel, és az enyhítő körülmény az volt neki, hogy azok a zsidók, akiket ugye Auschwitzba deportáltak, azok többnyire magyarok voltak, tehát nem kár értük. Ugyanakkor Eszterházyt ugye elítélik a Tiszó kormányból, az is érdekes, hogy senkit a fasiszta kormányból szinte mindegyik majdnem, hogy megúszta, és a mai napig is Eszterházyt nem rehabilitálták sem Csehországban, sem Szlovákiában. Ugyanakkor a Tiszófajta bábkormányt egyszerűen elfogadják, még a mai úgy, hogy Európai Uniós tagállamokról van szó. Tehát gyakorlatilag én nagyon örülök, hogy ez a téma most felkerült, mert meg kell, hogy emlékezzünk ezekről az emberekről, akik valójában meghaltak és harcoltak magyarságukért, amit nekünk teljesen természetes. Ők ezért nagyon komoly és nagyon magas árat fizettek. Ezért nagyon nagy tisztelettel köszöntöm itt dr. Molnár Imrét, a Pozsonyi Magyar Háznak volt igazgatóját, aki egyébként első kézből fogja önöket tájékoztatni gróf Eszterházy életéről, hisz az egész felvidéki magyarság történelmének egyik jó ismerője. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és felkérem akkor, hogy tartsa meg az előadást. Parancsoljon! Felszolgálja Eszterházy János születésének 120. évfordulójáról. Ebből az alkalomból a felvidéki magyar Eszterházy János egyesületek és az őt tisztelő civil szervezetek Eszterházy emlékévet hirdettek meg. Így most ez a Dunaújvárosi előadás is az Eszterházy emlékév részeként kerül megrendezésre. Nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek, és köszönöm azt is különösen, hogy itten egy lengyel sorozatnak az első részén vagyunk most, hiszen hát nagyon méltányos dolog az is októberben valóban ilyen sorozatot indítani, hiszen márciuson kívül, ugye, amely a magyar szabadságharc és a forradalomnak az ünnepe. Az 56-os forradalomra emlékezünk októberben, és bizony az 56-os forradalom is 1956-ban szintén a lengyelekkel kapcsolatos szimpátia tüntetésből indult el, hiszen előttünk a lengyelek Poznanyban, a lengyel munkások lázadtak fel
a kommunista hatalom ellen, és ennek a megtorló intézkedései, a munkások bebörtönzése, a perek, azok éppen ősszel, 56 őszén indultak el, és akkor történt az a különös eset is, hogy az oroszok a újra hatalomra került Gomulka-féle vezetést megrendítéseként körülzárták Varsót tankokkal. Csak hogy a lengyelek, ugye a lengyel kurázsi is talán közben játszott, a lengyel hadsereg meg körülzárta a lengyel, az orosz tankokat egy másik gyűrűvel Varsó körül. Ennek a híre eljutott Magyarországra is, a Magyar Szabad Európa rádió adásán keresztül is, hoz nagyon nagy részt ezért a szolidaritásért, szolidaritással a lengyelek iránt vonultak ki 56. október 23-án a magyarok Budapest utcáira, és aztán a Bemszobor köré gyülekezve ott tartották meg az első nagy szolidaritási gyűlésüket, és Lengyelország mellett Magyarországnak is szabadságjogokat követelve. Nos, Eszterházy János jó beleilleszkedik ebbe a lengyel sorozatba azért is, mert, mint talán láthatják ezen a képen, félig lengyel, félig magyar volt. Ő az nagy Eszterházy család, ugye, aminek két fő ága van, a hercegi ág, akik a Magyarországon a Dunántúl egy részét birtokolták, és a kicsit szerényebb, szegényebb erdélyi vagy fölvidéki grófi ág, amely mindig rebilis volt a történelem során. A hercegek azok ugye a császár szolgálatába álltak, az Eszterházy hercegek, a grófi ág pedig bizony a forradalomnak az oldalán álltak. Rákóczi szabadságharcban is találunk egy Eszterházy generálist, és a 48-as szabadságharcban is Eszterházy János dédapját és nagyapját is a szabadságharc katonái között találjuk, és ezért nem csak börtönbüntetést, hanem dédapját, Jeszenák Jánost föl is akasztotta Hajnau 1949-ben. Tehát ebből a galántai Eszterházy családból származik a mi Eszterházy Jánosunk is, akinek az édesapja a monarchia besorozottjaként, kényszer besorozottjaként büntetésül az elődöknek a viselkedéséért. A krakkói Wawelben székelt katonaként elszállásolva. A Wawel az körülbelül ugyanúgy nézett ki 1800-as évek végén is, mint ahogy most, hiszen hál' Istennek Krakkót nem rombolták le a második világháború alatt. Tehát biztos jártak már Krakkóban, és el tudják képzelni a Wawelt. Hát az osztrák-magyar katonai kaszárnya volt az egész. Kivéve a templomot, az minden az osztrák katonaságé volt. Természetes, hogy úgy néztek rá a krakkóiak, a lengyelek, hogy egy megszálló katonaság, és elfoglalja itt a lengyel királyság egyik legfontosabb emlékét, azt a Wawelt. Hát ebben a Wawelben volt elszállásolva idősebb Eszterházy János Mihály is, és egy bálon, egy krakkói bálon ismerte meg a Tarnowski család leszármazottját, Alzsbeta Tarnowskát, Erzsébet grófnőt, és egymásba szerettek első látásra, hogy mondja a családi történet. Csak hogy az édesapa, akit úgy hittak, hogy Stanislav Tarnowski, és a krakkói tudományos akadémia tagja volt, a krakkói egyetem, Jagelló Egyetem rektora, és nagyon nagy hazafi, az nem egyezett bele ebbe a házasságba. Ő azt mondta, hogy a lányát nem adja egy megszálló katonához feleségül. És így 3 évig a fiatalok tulajdonképpen csak titokba találkozhattak, vagy nem is találkozhattak nagyon, olyannyira, hogy ebbe az Erzsébet grófnő belebetegedett szó szerint, egy depresszió szállta őt meg, és az orvos azt mondta, hogyha az édesapa életbe akarja tartani, akkor bizony tessék megengedni, hogy férjhez menjen. Hát
kiküzdötték a fiatalok, 3 év múlva aztán egymásé lehettek, és boldog házasságban elindult az ő boldog házas életük. Krakkóban volt az esküvőjük, aztán a fölvidékre a Eszterházi családnak a fölvidéki birtokára jöttek leszerelés után lakni. Ez volt a nyitraújlaki Eszterházi kúria, inkább úgy mondanám, mint kastély, és ebben itt indult meg a családi életük, de sajnos egy váratlan fordulat következett be, hiszen alig 7 évnyi házasság után az idősebb Eszterházi János egy agyvérzés következtében váratlanul elhunyt, és a kedves fiatal grófnő alig 30 évesen özvegy maradt. 3 gyermeke, a legidősebb Lujza, aztán János a középső, és a kis pöttyel a homlokán az Mariska. Ezt a három gyermeket egyedül nevelte föl a grófnő, annak ellenére, hogy az édesapja hívta vissza, bántotta is egy kicsit a lelkiismeret, hogy megrövidítette 3 évvel a házas életüket a fiataloknak, ezért hívta a lányát vissza Lengyelországba, és Lengyelország menet közben már fölkerül a térképre, ugye, ami nekünk trianoni tragédiát jelenti, az ország földarabolását, az pont Lengyelországba fordítva történt, a 3 részre, több mint 160 évig 3 részre szakított országot a Versailles békeszerződés összerakja, és Lengyelország újra megjelent a térképen, és így Stanislav Tarnowski is egy komoly szereplője lett a lengyel politikai életnek és közéletnek, tudósként megalapította a lengyel művészeti, a Krakkói Művészeti Akadémiát, és ennek lett az elnöke. Erzsébet asszony azonban annyira szerette férjét, hogy halálában is hűséges akart maradni hozzá, és ezzel nagy példát adott a gyermekeinek, hiszen a szülőföldhöz való hűségből mind a 3 gyermek kitűnően vizsgázott a későbbiekben. Itt egyedül látjuk őt egy varrógépnél. Hát egy gróf kisasszony vagy egy grófnő nem nagyon szokott varrógéphez ülni, de ő egy puritán lelkületű asszony volt, egy igazi lengyel, aki nem félt a kihívásoktól, a munkától, az élet megpróbáltatásaitól, és nem vonult vissza keseregni özvegyen egymagába, hanem azt csinálta, hogy jótékonysági akciókat folytatott, a nyitrai Vöröskereszt elnöke lett, az segítette a frontról hazaérkező, első világháborúról hazaérkező, vagy haza nem érkező frontkatonák családjait, a szegényeket, a falu szegényeit, a környék szegényeit. A kastély nagy vaskapuja mindig nyitva állt a falu szegényei előtt, és a jövő menő vándor legények, koldusok, rászorulók előtt is, és ezért semmilyen fizetséget nem fogadott el. Így neveli föl gyermekeit, és Eszterházi János, mivel egyedül maradt fiú, ugye, igazából neki kellett eltartani a birtokot, gazdálkodni akart volna, de az új Csehszlovákia, amelyről már azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy bánt a kisebbségeivel, nagyon mostohán. Az új Csehszlovákia nagyon kemény törvényeket, rendeleteket hozott, például elkobozta a fölvidéki magyar nagybirtokokat, államosította, azzal a céllal, hogy szociális intézkedéseket hoz. De mi történt? A magyar birtokosoknak a földjeire cseh, morva, szlovák telepeseket hoztak északról, és ezzel a kompakt magyar nyelvhatárt, amely, vagy a nyelvterületet, amely ott Dél-Szlovákiában húzódik, azt így szépszal szabdalták, hogy minél hamarabb felszámolják, beolvasszák az ott lévő magyarságot. Eszterházi János ez ellen, a törvények ellen lép a politikai pályára, de ezt megelőzően fegyvert fog. 1921-20-ban, ahogy vonulnak be a cseh légiók, és foglalják el a fölvidéket, Magyarország északi részét, ő egy szabad csapatba szerveződik, és fegyverrel akar küzdeni a katonák ellen, de tudjuk, hogy a Károlyi kormány visszarendeli a magyar hadsereget, hát
egy pár ember fegyverrel a kézben nem tud egy hadsereget megállítani, egy idegen hadsereget. Így Ösztenházi János is rájön arra, hogy erőszakkal, fegyverrel nem tud semmire menni, és akkor a politika pályájára lép, és úgy gondolja, hogy politikusként az érvek, a józan érvek az igazság nevében az igazságnak a szószólójaként nagyobb eredményre tud jutni. Így lett az Országos Keresztényszocialista Pártnak az elnöke, fiatalon, 32 évesen, és kitűnő nevelést kap, több nyelvet beszél, és azzal tűnt fel, hogy bejárta a Fölvidék szinte minden magyar lakta települését, nagyon szorosan kötődött az ő népéhez, így nem csoda, hogyha 1935-ben beválasztották őt a prágai kormányba. A Keresztény Szocialista Párt, amely megalakult, Magyarországon is létezett, hiszen a történelmi Magyarország idején Kassán alakult meg. A Rerum Novarum pápai enciklikának az utasítására vagy normáit követve egy kassai püspök alapította meg Fischer Kolbri Ágoston, de a Trianon után Magyarországon ez a párt elsorvadt, valahogy ellehetetlenült, és Esterházy János ott a Fölvidéken viszi tovább ezt a hármas egységet, ami a pártnak az alapja volt. Az első a kereszténység, a hitünknek a megvallása és a keresztény értékek képviselete, a második a nemzet, a nemzetünkhöz való ragaszkodás, a nemzeti gyökereinkhez való ragaszkodás, és a harmadik lába, pillére ennek a pártnak a szociális gondoskodás volt, a szegényekről, elesettekről való gondoskodás. Nem csak magyar párt volt ez, hiszen a történelmi Magyarországon sokféle nemzetiség lakott, így a pártnak volt német ága is, szlovák ága is, és lengyelek is csatlakoztak, hiszen Csehszlovákiában lengyelek is éltek abban az időszakban. Esterházy János így kerül be a prágai parlamentben, de azért megmutatom közben még itt Hugát Máriát, aki 1931-ben férhez megy egy lengyel katonatiszthez, Franciszek Michelskihez, és ő vele Lengyelországba távozik, ez majd később lesz fontos. Itt Esterházy Jánost látjuk, aki 1925-ben egy zicsi lánnyal, zicsi leszármazottal, Serényi Líviával köt házasságot itt Budapesten, aztán Nyitraújlakon élnek, és két gyermekük születik, Aliz, a legkicsi lány, és Jánoska, a nagyobbik fiú. És itt az a Mercedes gépkocsi, amivel, ahogy mondtam, bejárja Fölvidék minden táját, nem engedi magát grófnak szólítani, nagyon közvetlen az emberekhez, szinte mindenkivel szót ért, akivel találkozik. Ha ráesteledik egy faluba, akkor betér a helyi pártszervezet vezetőjének a házába, ott kér szállást, és nagyon megható történetek vannak erről az időszakról. Látjuk itt is, hogy talán egy választási nagygyűlésen beszél, Zselízen méghozzá, az ott van Léva mellett, és ugye hát falusi emberek hallgatják, fejkendős, kalapos emberek hallgatják, és tőle várják a segítséget. Az idegen hatalom nem törődik velük el, csak arra törekszik, hogy felhasználja a munkaerejüket, kisajátítsa őket, és szinte Esterházy Jánosra úgy csüngnek ezek az emberek, mint az egyik szemtanú mondta, mesélte el, hogy mindennel Esterházy Jánoshoz fordultak, tőle várták a segítséget, tőle várták a sorsuk jobbulását. Ahogy mondtam, egy kereszténszocialista pártnak a vezetője Esterházy János, és ez látszik nagyon jól ezeken a zászlókon is. Ez a Szepsi pártszervezetnek Kassa mellett Esterházy által ajándékozott zászlója. Ő maga hímeztette és adta a pártszervezetnek Istennel a magyar jövőért. Kedves hallgatóim, ma sincs ennél aktuálisabb jelszó. Ha a jövőt szeretnénk megélni, az Isten nélkül nem fog sikerülni. Ő ezt akkor is látta,
és egy másik beszédében el is mondta, minden nemzet, amelyik megveti az Istent, vagy elfordul az Istentől, saját sírját ássa meg, saját jövőjét kérdőjelezi meg. A fönti zászlón, ez pedig a Tardoskeddi alapszervezet, keresztény szocialista pártnak a zászlaja, ott van egy fölirat, a kereszt, Krisztus keresztje, Golgotai keresztje, és e jelben győzni fogsz. Keresztre feszített Jézus, könyörülj rajtunk. Eljön az az idő Eszterházi János életében is, amikor neki is csak a kereszt marad már, a szenvedés és a Golgota marad már az egyetlen eszközként, de ő ezzel az eszközzel is népét szolgálja. És azt mutatják ezek a jelszavak, hogy az a keresztény-szocialista párt, amelyet Eszterházi János vezetett, nem olyan volt, mint a mai kereszténydemokrata pártok, főleg nyugaton, hanem a hitet azt nem választási jelszóként használta, vagy alkalmazta, hanem az életüknek a részeként élték meg a kereszténységüket. Magyarság és kereszténység a kisebbségbe szakadt emberek életében szinte egy és ugyanazt jelentette. Mind a kettő az öntudatuk, az önazonosságuk részét képezte. Itt egy tüntetésen látjuk fölvonulni Kassán a párt vezetőivel május 1-én. Szocialista pártról van szó, keresztény szocialista pártról. Épp a Rerum Novarum pápai enciklika hangoztatja azt, hogy nem csak a kommunisták, nem csak a baloldal hivatott arra, hogy a szegények mellett álljunk és szolgáljunk őket, hanem felszólítja ez a pápai enciklika a keresztény közösségeket, és igenis foglalkozzanak a peremre szoruló emberekkel, hiszen a iparosodás, a polgárosodás előre haladtával, hogy a hatalmas rétegek szakadnak le a perifériára. És ők is itt a munkások jogaiért tüntetnek, csak épp nem vörös szegfű, hanem fehér szegfű van a gomblukukba tűzve. Ez Kassán van ez a fölvonulás, ez viszont egy valahol egy vidéki kultúrházban, Nyitra környékén történik, ahol az emberek már nem férnek be a kultúrázba, amikor ő megjelent, annyian jöttek, ezért a ház előtt kell neki szónoklatot mondani, és hát látjuk, itt van egy tányérsapkás csecsendőr is, aki bizony nem éppen arra sétálva állt meg úgy bámészkodni, hanem azért küldték oda, hogy jegyezze fel, amit Eszterházi János mond, mert ő nem spórolt a kritikával, nem spórolt a felsorolni a sérelmeket akkor, hogyha azok voltak, nem rejtette azokat véka alá, vagy szőnyeg alá, hanem nagyon szókimondó ember volt. Ezért többször is följelentették, kétszer is börtönbe zárták, amíg nem volt parlamenti képviselő, 2-3 hetet, sőt 2 hónapra is elítélték őt, mert hogy úgymond megsértette a csehszlovák köztársaságot, pedig csak arról beszélt, hogy több a szegény ember, mint a régi Magyarország idején volt, és az ő nevükben kritizálta, bírálta a csehszlovák kormányokat. 1935-ben, mint mondtam, bekerült a prágai parlamentbe, ahol Beneš köztársasági elnök tárca nélküli miniszteri posztot ajánlott fel számára. Ő azonban nem fogadta el. Azt mondta, hogy előbb a csehszlovák kormány bizonyítsa be, hogy nem felszámolni, asszimilálni akarja a kisebbségeket, hanem gondjukat akarja viselni, akkor majd én is bemegyek a kormánybe, és segíteni fogom a kormánynak ezt a munkáját. De csak azért bemenni a kormányba, hogy ezzel legitimáljuk az ő magyar ellenes politikájukat, hát erre ne számítson, elnök úr. Így maradt a pártja végig ellenzékben, és 1935-ben a másik nagy magyar párttal egyesülve komoly politikai erővé vált. És ez a 38 volt az az év, amikor ugye Csehszlovákia eresztékei elkezdtek recsegni, ropogni. 38 áprilisában a müncheni döntés következett be. 4 nagyhatalom, európai nagyhatalom közül 3-an megkérdőjelezték az Európa határait, mert ezek a határok igazságtalanok voltak, és a békét veszélyeztették, így hozzájárultak a csehországi német területek, a szudéta területek, Hitler
Németországához való csatolásáról, ez persze Hitler erőszakos föllépésére történt, de ez a müncheni konferencia kifejezte azt is, hogy a magyar és a csehszlovák kormány üljön le és tárgyaljon egy igazságosabb határól a csehszlovákiai magyarok számára is. Eszterházy János nem vehetett részt ezen a tárgyaláson, de 38-ban megtörténnek a tárgyalások, és ezt követi a első bécsi döntés, vagy mintegy 12.000 négyzetkilométeren vissza a kilométert Csehszlovákiából leválaszt, és visszaadja ezt Magyarországnak. Eszterházy Jánosnak ekkor, mivel Kassa is visszatért, és ő Kassán lett a prágai parlament képviselője, felajánlották a budapesti parlamenti képviselői helyet. Nagyon érdekes, hogy ezt is elutasította. Pedig felesége, Serényi Lívia, aki ugye budapesti nagyvilági életet élt, mint az akkori arisztokraták, nagyon örült volna, hogyha abból a Nyitra melletti porfészekből visszajöhet a fővárosba, mert nem nagyon jól érezte ott magát. Idegen helyen volt a férje, állandóan úton volt, a politikában forgolódott, magányos volt, szegény, és nagyon örült, hogy 38-ban lesz egy lehetőség visszatérni Budapestre, és Eszterházy János mindenki megrökönyödésére azt mondja, hogy nem. Köszöni szépen, nem fogadja el a budapesti parlamenti felsőházi helyet, hanem helyette ott maradt Szlovákiában, az önállósuló Szlovákiában, amiről már itt igazgató úr is beszélt, aminek az elnöke József Tiso katolikus pap lett. És ez a Szlovákia bizony Hitler keresztgyermekeként, Hitler támogatásával jött létre, kiszakadva Csehszlovákiából. Hitler akkor elfoglalja Cseh és Morvországot, Szlovákia pedig önálló államként megkezdi a maga létét. De ebben az önálló Szlovákiában is marad mintegy 80-100 ezernyi magyar. Ezek szétszórva élnek Szlovákia egész területén. Minden szlovákiai nagyvárosban éltetek magyarok. Még az olyan echte szlovák városokban is, mint Zsolna vagy Túró-Szentmárton voltak a magyar pártnak szervezetei. És Eszterházy János nem akarja magára hagyni ezeket a magyarokat. Úgy gondolja, úgy dönt, hogy ott marad Szlovákiában, és vállalja ennek a maréknyi magyarságnak a további képviseletét. De Kassán, a kassai népgyűlésen, ahol Horthy Miklós ugye bevonult, és nagy díszfogadást tartott, Kassán Eszterházy János is felszólalt, és azt mondta, azt kérem a magyar kormánytól, hogy a Magyarországra került szlovákok jogait tartsák teljes tiszteletbe, úgy, ahogy azt mi követeljük ide át az itt élő magyaroknak. Adják meg nekik mindazt a jogot. Nagyon furcsa dolog volt ez, hiszen akkor örömmámorba úszott az egész ország, hiszen Trianont így úgy, ahogy egy kicsit legalább sikerült revidiálni, legalább 12.000 négyzetkilométer elhabárolt sokkal több eszettel. Eszterházy János eddig úgy gondolta, hogy van lehetőség arra, hogy a trianoni döntést azt revidiáljuk, és az egész elveszett területet visszacsatoljuk. Ő is támogatta a magyar kormánynak azt a revíziós politikáját, ami a két háború közti jellemző volt, a nem-nem soha jelszó alatt, és más hasonló jelszavakkal. De 38-ban rájött arra, hogy nem lehet. A szlovákoknak joguk van önálló államra. Joguk van arra, hogy mint nemzet megjelenjenek ők is a térképen, és éljék a maguk életét, nem alárendelve valaki másnak, hanem önállóan. És ettől fogva, 39-től fogva, tagja lesz a szlovák parlamentnek, minden pártot betiltanak Szlovákiában, a német mintára, csak egyedül a szlovák néppárt maradhat, és az alkotja meg a szlovák parlamentet. Eszterházy János is egyetlen magyarként ennek a pártnak a listáján kerül be a parlamentbe. És ott azért küzd, azért az első szónoklatai arról szólnak, hogy kibékítse egymással a magyarokat és a szlovákokat. Azt mondja, hogy jobb szeretetben élni, mint gyűlöletben. És ilyen megszólalásai vannak, hogy aki gyűlöli a szomszédját, az önmagának okoz kárt. Mert milyen rossz egy
haragban élni egy szomszéddal, amikor sokkal jobb lehet békében, barátságban, egymást segítve, egymást kiegészítve élni egymással. És ez nem csak az egyszerű egyéni emberek életében van, így mondta, hanem a nemzetek életében is. És attól kezdve ő tulajdonképpen ez alatt a háborús, második világháborús időszak alatt a közép-európai népek megbékélését, egymásra találását próbálja szorgalmazni, mondván, hogy a Jóisten nem véletlenül teremtett minket ide egymás mellé ebbe a Kárpát-medencébe. Ahogy mondtam, tagja lesz a szlovák parlamentnek, a kormánynak, nem volt soha tagja, és ezért igazából nem tudott hatással lenni arra a szlovák politikára, amely valóban nagyon gyalázatos volt, hiszen német mintára, német parancsra mindenben követte a Führert, a Hitlert, megalakultak a propagandaminisztériumok, megalakultak a koncentrációs táborok, létrejöttek a kasztok, a zsidókat a kezdettől fogva harmadrangú állampolgárokká nyilvánították, és megindultak a zsidó törvények, kormánytörvényrendeletek, amelyek, hát ismerjük, hogy milyen kegyetlen módszereket követtek. És még egy dolog megtörtént rögtön ennek a szlovák államnak a kezdetén, 1939. szeptember 1-én, tudják, mi történt, kitört a második világháború, Németország megtámadta Lengyelországot, és kevesen tudják, hogy délről az úgyhogy önálló Szlovákia alig jelent meg a térképen, de már délről 5 divízióval ő is csatlakozott a náci hadsereghez, és megtámadta délről ő is Lengyelországot. Akkor abban az időben történt ez, amikor a magyar kormány, Teleki Pál miniszterelnök, Csáki István külügyminiszter, ugye arra Hitlernek arra a kérésére, hogy engedje meg, hogy Magyarországon keresztül fölvonuljanak a német csapatok Lengyelország ellen, hiszen akkor már Csehszlovákia szétesik, 39 tavaszán Kárpátalja visszatér, megvan a közös magyar-lengyel határ. A németek szerették volna teljes harapóba fogóba fogni Lengyelországot, innét délről is, ugye ott a szlovákok, és akkor még azon a kis határon is támadni akarták volna Lengyelországot, mert nagyon jól tudták, hogy néhány hét, néhány rövid nap, és keletről megindul a szovjet támadás is. A Molotov-Ribbentrop paktumban ez benne szerepelt Lengyelország, ott újra el kell törölni a föld színéről. És akkor Teleki Pál miniszterelnök azt mondja, a magyar-lengyel barátság becsület kérdése számunkra, nem egy jelszó. Ezért mi nem adjuk a hozzájárulásunkat ahhoz, sem ahhoz, hogy a német csapatok megtámadják Lengyelországot Magyarország irányából, de még csak ahhoz sem, hogy felhasználják az útjainkat és a vasútjainkat. És ha ezt megmerik tenni, ha német katonák jelennek meg Magyarország területén, ezt háborús oknak fogjuk tekinteni, és védekezni fogunk. Nagyon kemény válasz. Akkor történt ez a válaszadás, amikor a nagy nyugati hatalmak, akik szövetségben voltak Lengyelországgal, Franciaország, Anglia, meg nem támadási szerződés mellett védelmi szerződéseket is kötöttek Lengyelországgal, hallgattak, mint a sült hal. Nem léptek semmit, szabad kezet engedtek Németországnak, Hitlernek, hogy Lengyelországot leruhanja, és iszonyatos pusztítást végezzen. Ekkor indulnak meg a lengyel menekültek Magyarország irányába, ezen a lengyel-magyar közös határon keresztül. És Istennek hála, ezeken a határoknak köszönhetően több tízezer lengyel katona tudta elhagyni hazáját, és Magyarországon keresztül menve csatlakozott a nyugati szövetséges hadseregekhez a Németország elleni háborúba. És még hozzáteszem azt is, hogy több tízezer civil, akinek összeomlott a háza, akiket fenyegetett a letartóztatás, a koncentrációs táborokba hurcoltatás. Mert azt is kevesen tudják, hogy Auschwitz és a hozzásoló koncentrációs táborok, német koncentrációs táborok nem a zsidóknak épültek, hanem a lengyeleknek. Később kezdték el, aztán lengyelek után, mikor már uralták Lengyelországot, a lengyelek után a zsidókkal föltölteni ezeket a táborokat, és újabb táborokat, melyeket azután hoztak létre. Magyarország tehát
segíti Lengyelországot becsületbeli kötelességeként, és segíti Eszterházy János is. Ő maga felhasználva az, hogy parlamenti mentelmi joga van, Szosznokovszki tábornokot, a lengyel hadsereg tábornokát, illetve hadügyminisztert, ő menekíti Kárpátalján keresztül Magyarországon át titokban nyugatra. Segít számos más neves lengyel személyiségének is. Szlovákiában egy hálózatot épít ki, hogyha az ide megkelő lengyelek találnak az emberei, vagy ezekben a szlovák városokban, amit említettem, hogy mindenhol, akkor segítsék a lengyeleket át a magyar határa, és ő adják át Magyarországnak. Ha a szlovákok elkapták ezeket a lengyeleket, akkor mentetlenül átadták őket a gestapónak, tehát volt mire vigyázni. Talán Maximilian Kolbe atya nevét mindenki ismeri. Nos, ő ugye egy Gajovnyicsek nevű lengyel emberért áldozta fel az életét, akinek sok gyermeke volt, és Auschwitzban ugye halálra lett ítélve egy rabszökése miatt. Ez a Gajovnyicsek is Szlovákia területén esik, szlovák, majd német fogságba. Ezt csak úgy zárójelben mondom. Eszterházy János tehát a háborús propaganda idején az ellenséggel paktál, ezért statáriális bíróság elé lehetett volna őt állítani. De ő vállalja ezt a kockázatot, menti a lengyeleket, ahogy tudja, segíti a magyarországi menekült táborokat, a balatonboglári lengyel iskolát is. Itt tenném még hozzá, hogy nyilatkozatot is kiad ebben az időben. Ugye tudják, milyen a háborús úszító propaganda. Az ő nyilatkozatában azonban az áll, hogy hallgasson mindenki a lelkiismeret szavára, és teljesítse keresztény kötelességét. A keresztény kötelességünk nem az, hogy megtámadjunk védtelen államokat, hanem segítsünk a bajba jutottaknak. És ezt teszi ő is, ahogy mondtam, életét kockáztatva a szlovák parlamentben. Hát így nézett ki az a szlovák parlament, látjuk ott a náci egyenruhákat, a karszallagokat, itt a legszélén van Eszterházy János, és ez a parlament tűzte a kormányrendeletek után napirendre a zsidók deportálásának törvényét 1942. május 15-én, amely elsőként döntött úgy a világon, hogy önként deportálja a zsidó lakosságát, még minden elvitt zsidóért, Németországba vitt zsidóért, még 500 márkát is felajánlott Németországnak, csak vigyék el a zsidókat. Miért volt erre szükség, erre a kegyetlen lépésre? Hát azért, hogy ez az új szlovák uralmi garnitúra hozzájusson a zsidó vagyonhoz, az ingyenesen megszerezze, megkaparintsa a zsidók üzleteit, házait, vagyonát, és meggazdagodjon. Ugye a szlovákok el voltak nyomva a csehektől a két háború közti időszakban. Leszorítottan, kisemmizetten érezték magukat, nem kapták meg azt az autonómiát, amit ígértek számukra, és íme, és itt a lehetőség egyszer csak vagyonhoz juthatott az elit, a vezető réteg, és ezt ők pillanatok alatt ki is használták. És ebben a parlamentben, amelynek a tagjai, itt ülő tagjai mind felemelték a kezüket ennek a bizonyos zsidó deportálási törvénynek a megszavazásakor, ő az egyetlen képviselő, Eszterházy János, ő volt az egyetlen, aki tüntetőleg összefonta a karján, a mellén a karját, és azt mondta, ezt le is írta, hogy mint keresztény és mint katolikus, igen, istentelen és embertelen törvényt nem megszavazni fog, hanem ellene fog szavazni. Az ellenszavazatra nem került sor, mert az elnök rögtön kihirdette, hogy mivel mindenki megszavazta a törvényt, ezért az el van fogadva. De hát azért a másnapi lapok megírták, hogy Nur der Herr Graf stimmte mit nicht, csak a gróf úr nem szavazta meg. És hát ekkor elindult a kipellengedezése. A gestapó is szemmel tartotta, azért nem alkalmaztak ellene repressziókat, mert a németeknek fontos volt Magyarország. Eszterházy Jánosnak pedig óriási presztízse volt. Magyarországon is, Szlovákiában is. A magyar politika egyik csillagának tartották, és ha vállalja, hogy 38-ban eljön Magyarországra, akkor lehet, hogy
kormány vagy miniszterelnök is lehetett volna belőle, hiszen a politikai képességei kimagaslóak voltak. Nos, a németek nem akarták kockáztatni a magyarokkal, Magyarországgal való jó viszonyt, és ezért nem bántották Esterházy Jánost, de 1944. októberében, amikor megszállják Magyarországot a németek, másnap már a gestapó ott van a kastélyában. És azért van ott, mert nem csak nem szavazta meg ezt a zsidó törvényt, hanem maga is segíti a zsidókat, bújtatja őket, és igyekszik őket Magyarországra átcsempészni. Igen, igaza volt az igazgató úrnak. Ez a fölvidéki zsidóság ugyanis magyar kultúrájú, kulturáltságú zsidóság volt, legalábbis a nagy része. Hosszú időn keresztül a magyar királyság területén éltek, megtanultak magyarul, és sok közülük a magyar szervezeteknek is tagja volt, a magyar pártokat is támogatta. Esterházy János ezt tudta, és akinek tudott, segített közülük. Sajnos mindenkinek nem tudott segíteni, úgyhogy mintegy ilyen 90 ezer embert hurcoltak el akkor Auschwitzba és más lengyelországi táborokba. Esterházy János emellett, ahogy mondtam, a fölvidéki magyarságnak volt elsősorban a politikusa. Két nagyszerű mozzanat kapcsolódik az ő életéhez. Meghirdette a magyar család programját. Ezt máig sem érte utol egyetlen egy politikus sem. Most, ha sajtó, illetve választási kampány felé megyünk, hát majd tessék csak megnézni, el tudjuk képzelni, hogy milyen lesz ez a kampány. Ő azt mondta, hogy mindannyian magyarok vagyunk, testvérei vagyunk egymásnak, össze kell fognunk, össze kell tartani, nem számít, hogy kinek mi a világnézete, a vallása, a politikai hovatartozása. Az a fontos, hogy védjük és szeressük egymást, és próbáljuk átvészelni a nehéz időket. És megszüntette a pártkülönbségeket, és meghirdette a magyar család programját. Olyan embereket hívott meg együttműködésre, újságjának szerkesztésére, akik korábban az ellenfelei voltak, sőt, ócsárolták őt. És így a fölvidéki magyarság nem csak, hogy együtt egész családként együtt tudott maradni, hanem mentes maradt a náci német politikai eszméktől is, mert Esterházy János kemény, korrekt magatartása, keresztény, mély keresztény hite megadta ennek a magyar pártnak a működési irányát. A másik ilyen nagy tette volt a Magyar Házak mozgalmának megindítása, ezt mostanában indították néhány évre újra el, hogy minden olyan városkában, ahol szórványban is, de élnek magyarok, akár csak egy maréknyian is, legyen egy közös otthonuk. Egy otthonuk, ahol egymásra találhatnak, ahol egymással találkozhatnak, magyarul beszélhetnek, ahol a gyermekeiket taníthatják, esetleg magyar filmet vagy színdarabot játszhatnak. A Magyar Házak mozgalma is szinte egész Szlovákiára kiterjedt, és itt éppen a Magyar Rádióban mond egy beszédet, ahol kéri a magyar társadalom segítségét ennek a programnak a megvalósításához. Ahogy mondtam, az ő kisebbik húga Mariska Lengyelországba költözött 31-ben, és hát sajnos a II. Világháború kitörése után az ő házuk is elpusztult, így Mariskának vissza kellett költözni Nyitraújlakra. Ő 4 gyermekével, az 5. gyermek az ott született meg Nyitraújlakon. Ez a 4 gyermeknek a fotójával látható, itt Esterházy János 1944-ben is azt mondhatom, ez az utolsó civil fényképe, amit ismerek, mert 45-ben, 44 karácsonyán a nyilasok is letartóztatták őt, azzal, hogy le kell mondania a magyar párt éléről. Ő nem mondott, illetve le is mondott, csak, mert egyébként a Duna fenekére küldik őt, ebben nagy gyakorlatuk volt ezeknek a gazembereknek. És így Esterházy lemond a magyar párt éléről, és már a gestapó is keresi, és el kell rejtőznie Pozsonynak egyik pincéjében, vészeli a háború utolsó heteit, hónapjait. És előjön 1945-ben, amikor már bejönnek a szovjet csapatok, és hát az megalakul az új kormány. 1945. április 5-én ki is hirdeti az új programját, és ennek a programnak a része az nagyon talán ismerős, hogy a magyarok és a németek Csehszlovákiában bűnösek,
a Csehszlovákia szétdarabolásáért, és ezért kollektíve háborús bűnössé nyilvánították őket, megfosztották vagyonuktól, elkobozták minden emberi jogukat, gyakorlatilag deportálásra, kitelepítésre lettek ítélve. A fölvidéki magyarok úgy, mint ahogy ez a szudéta németekkel megtörtént. Hál' Istennek a párizsi békekonferencia nem engedte az egyoldalú kitelepítést, hanem megszabta, hogy egy lakosságcserét kell végrehajtania a két országnak egymással. Eszterházy János ekkor jön elő, mikor ezt a programot meghirdetik, és elmegy Gusztáv Huszák belügyi biztoshoz, hogy tiltakozzék, és felajánlja azt, hogy ő itt van, ha kell, áll rendelkezésre. Hát nem fogadták el a felajánlkozását, hanem azonnal letartóztatták, és átadták őt az NKVD osztagainak, akik elhurcolták 10 társával együtt a Moszkvába, ahol 10 év gulág fogságra ítélte őt a szovjet ügyészség, szovjet legfelsőbb bíróság tanácsa. A gulág a moszkvai ítélete után, 1947-ben Csehszlovákiában is ítéletet hoznak ellene, mondván, hogy szökésben van, ezért távollétében ítélik őt halálra, méghozzá kötél általi halálra. És a ítéletében ott van a mondat, hogy amit mostanáig is nagyon nehéz kimondani, hogy azért ítélik kötél általi halálra, mert a golyóval való kivégzés becsületes halál nem, és Eszterházy János életében nincs semmi olyan, ami ezt a golyóval való kivégzést, vagyis a becsületes halálnemet megindokolná. Ahogy Krisztust is a leggyalázatosabb kivégzési móddal, a keresztre feszítéssel végezték ki, hát ő rá is ez várt a halálos ítélet, és ki is kérik őt a Szovjetunióból, egyszerűen az ítélet kimondása után megtalálják, hogy mégsem szökött el, megtudják, hogy hol van, vagy hogy talán a Szovjetunióba szökött, és kikérik a Szovjetuniótól, hogy végrehajtsák rajta a halálos ítéletet. Menet közben azonban viszik őt Moszkvából fölfelé, a gulág táborokba, és ott útközben a köztörvényes bűnözők, mert jó szép számmal voltak azok is, akiket szállítottak a szovjet koncentrációs táborokba, észreveszik, hogy Eszterházy János fehér neműjén ott van a családi címer, a monogram. Ugye ez szokás volt régebben a család, minden családban, hogy a zsebkendőbe vagy a fehér neműbe belevarták a monogramot, pláne hogyha a katonának ment az ember. Hát Eszterházy Jánosnak a fehér neműje is, ami valahogy megmaradt, még rajta volt, ott volt a királyi korona. A grófi korona, ugye a király adományozta a grófi címet a szolgálatokért, és azért az ő címerében is ott van a korona, és azt gondolják ezek a szerencsétlen emberek, hogy valami királyira sarjjal van dolguk, és letépik róla az összes ruháját, mert ez valutának számított, ezt el lehetett adni dohányért, mahorkáért, kenyérért, és ott marad anyaszült mesztelenül ez az ember. Anyaszült mesztelenül érkezik meg a gulág táborokban. Most gondolják csak ezt el, hogy tegnap még a politika csillaga, hőse, mindene megvan, családja, köztiszteletnek örvend vagyona, nem szorul rá semmire, senkire, és ma minden, egyik pillanatról a másikra minden elveszik, és ott áll csupaszon, ahogy a Jóisten megteremtette őt. Hát önmagában ez a tény, csoda, hogy meg túl tudta élni ezt a helyzetét épésszel, ő azonban nem csak, hogy túlélte, hanem, és itt láthatjuk a táborokat, ahova kerül, hanem onnit a gulágból egy kis cédulán, valamikor 47-ben, egy hazacsempész egy üzenetet, egy életjelet, hogy életben van, lengyelül írja, az első hátulján a kis cédulának az van, hogy adják tudtára a szeretteimnek, hogy életben vagyok, egészséges vagyok. Dehogy volt egészséges. 10-et kaptam, és a másik oldalán azt írja, talán a lengyerek el tudják olvasni, Viare nyetrace,
Pán Bogi všetké naše sventé tu pomagajú. Modlíšie za vás všetkých, za všetkých. Bogoslavie i čískam všetkých. Tehát magyarul, hogy a hitemet nem veszítem, az Úristen és minden szent itt van és segít nekem. Imádkozom értetek, mindenkiért áldalak és ölellek benneteket, mindannyiotokat. Szóval, mint hogyha még az otthoniakat ő akarná vigasztalni, ne aggódjatok, nincs semmi baj, hiszen a hitemet nem veszítem el. Ez a hit az, amely megtartja Eszterházy Jánost a jéghideg pokolban is, ahol gyorsan összeomlik az egészsége, megkapja a szibériai TBC-t, kilukad mind a két tüdeje, és ott már gyakorlatilag bekerül egy ilyen elfekvő lágerbe, ahol patkányok szaladgálnak rajta, 50 kiló súlya van, és várják a halálát, és ott találkozik Hetényi Jóska bácsival, egy celldömölki fiatal emberrel, aki mikor hallja, hogy egy magyart hoznak, akkor ő szanitészként dolgozott, mert fiatal volt, 16 évesen hurcolták előtt az oroszok. Akkor mindjárt vitte neki a fenyőfa teját, és próbálta ápolni, de napokig olyan gyönge volt, hogy napokig nem tudott beszélni se a gróf, és aztán mikor fölült, akkor szinte azonnal fiánál fogadta ezt a Jóska bácsit is. Jóska bácsi vette észre, hogy ez az ember nem panaszkodik, nem szidja a körülményeket, nem átkozza azokat, akik miatt ide került, hanem akivel csak tud, az, ahhoz jó szava van, vigasztalja, bátorítja őt. Jóska bácsi is elmondta, hogy neki köszönhetem, hogy nem omlottam össze, hogy reményt és hitet adott abban, hogy kiszabadulok, meg fogom érni a hazatérést, és tényleg meg is élte Jóska bácsi, hazakerült, és elmondta, hogy ő Eszterházy Jánost a magyarok szenvedő Krisztusának látta, így ismerte meg, és tényleg, mint egy fiú ragaszkodott hozzá. Nem csak vigasztalja, hanem imádkozik is társaiért is, és az egyik lett fiú, aki már szintén ott mellette haldoklott, az ő ima kilencede után fölült az ágyán, és enni kért, pedig már a halálát várták. Ahogy mondtam, Csehszlovákia kikérte őt, és 49-ben át is adták Csehszlovákiának ezek a fekete pontok, a csehszlovák politikai börtönöket és a négyzetek, a munkatáborokat jelölik, tehát ilyen országba tér vissza Eszterházy János 49-ben, és hát tulajdonképpen 48 órán belül végre kellett volna hajtani rajta a halálos ítéletet, de a főügyész, aki egy zsidó ember volt, és nagyon jól tudta, hogy Eszterházy János mentette a zsidókat, és mit tett értük. Amikor alá kellett volna írni a kivégzési papírt, akkor észrevette, hogy ott van a kartotékba, a mappába a kegyelmi kérvény. Minden halálra ítéltet megillett a kegyelmi kérvény beadása. Eszterházyt azonban úgy ítérték halálra, hogy nem volt jelen, nem tudta beadni a kegyelmi kérvényt. És ezért ez a főügyész ezt felfüggesztette, a halálos ítélet kibondását, vagy végrehajtását, és egy szusszanásnyi időre, alig egy rövid hónapra Eszterházy bekerül egy kórházba, Pozsonyba, ahol ápolják az ő súlyos tüdőbaját, végre gyógyszert kaphat és ennivalót, és visszajön az életereje. Ő nem tudott róla, hogy itthon halálra ítélték, úgyhogy azt gondolta, hogy szabad lesz, és az imái meghallgatásra találtak. Egyébként az imáiról még csak annyit, hogy tudják, miért imádkozott ott a gulágban, ezt leírja egy levélben Mariskának. Nem azért, hogy mint gróf visszakapja a vagyonát, nem azért, hogy mint politikus visszakapja a hatalmát, hogy mint rab ember visszakapja a szabadságát, nem ezért, hanem azért, hogy újra szent misén és szent áldozáson vehessen részt. Hogy ne kelljen úgy meghalnia, hogy nem bánja meg a bűneit, és ezzel nem kerülhet be az örök életbe. Számára egy más dimenzió nyílt meg ott a gulág poklaiban, talán már 1945-ben is. Hogy kereszteződéshez érkezett ez az ember, balra lángolt az erdő, jobbra ott volt a szakadék, a kommunizmus szakadéka,
előtte egy betonfal, az a politika, amit eddig folytatott, az az élet tudta, hogy nem folytatódhat tovább. Nem volt út ebből a kereszteződésből tovább, illetve volt egy út, de az fölfelé vezetett, az Istenhez. És ő ezen az úton indult el fölfelé. Nem vállalta azt, hogy 1945-ben nyugatra menekül, pedig biztatták, a családja könyörgött, hogy legyen emigráns politikus, és majd onnét segítsen. Azonban ezekkel a szavakkal utasította ezt vissza. Egy pillanatig se foglalkoztam ezzel a gondolattal, mert elválaszthatatlanul összenőttem ezzel a talajjal, amely talajon ringott az én bölcsőm, és melynek sorsával, boldogulásával egybeforrott lelkemnek, szívemnek legkisebb része is. Egész énem, egyéniségem, minden gondolatom, vágyam és reménységem. És ha az én magyarjaimat maradásra biztattam, hogy hagyhatnám itt őket a nehéz időkben, a reájuk váró nehéz időkben. Csoda, szülőföld, hazaszeretet, emberi felelősség árad ebből ezekből a sorokból. És tulajdonképpen arra az útra lép, amelyet ráhagy az övéire, az utolsó szabad politikusi nyilatkozatában ezeket írja. Egyet kérek tőletek, és erre biztatlak, szívünk, lelkünk nagy kincsét, nemzeti öntudatunkat és Krisztus Urunkba vetett hitünket ne tévesszük szem elől egy pillanatra sem. Ápoljuk, őrizzük ezt, mert ez az egyetlen pozitív érték, melyet senki el nem vehet tőlünk, és melynek varázslatos ereje átsegít minket a legnagyobb megpróbáltatásokon is. Tehát két érték, két pillére van az ember életének. A nemzet, amely tulajdonképpen a bölcsője, mondhatnám azt is, hogy a hazaszeretet, a nemzet iránti szeretet, az egyenlő a fele baráti szeretettel. És a másik pillér a hit, amelyet kaptunk az őseinktől, örököltünk, s amelyet meg kell védenünk, és tovább kell adnunk. Eszterházy János is ebbe kapaszkodik, ebbe a két értékbe a legkegyetlenebb napokban is. És amikor hazajön, akkor harmadszor is felajánlják neki a távozás lehetőségét. Ebben a pozsonyi kolera barakban, így hívták, ebben a fertőző kórházban, ahol csak a súlyos fertőző betegeket, akkor még nem volt penicillin, és nem voltak olyan gyógyszerek, mint amivel ma gyógyítják a betegeket. Tehát ő is halálos beteg volt, megszámlálva a napjai. És ott felajánlják neki, hogy ide jön egy diplomata, kocsi Pozsonyban voltak diplomaták, és egy brit diplomata az, maga is arisztokrata volt, és szegről végről rokona volt az Eszterházy családnak. És meg volt beszélve, hogy a diplomaták kocsiját nem szabad fölnyitni a határon. Meg volt beszélve, hogy oda jön a kórház hátsó kijáratához, és János kisurran, és a diplomata kocsival viszik őt nyugatra. Már megvolt az a svájci szanatórium, ahol elhelyezik, és majd gyógyítani fogják. És amikor Mariska húga, aki egyetlen volt, aki látogathatta őt, mert hiszen a családja közben szétszoródott, felesége, gyermekei Budapestre, Magyarországra távoznak, édesanyja és a nővére Franciaországban, mert ott éltek a lengyel rokonok, és Mariska maradott az öt gyermekével egyedül Újlakon, a menekült húg, és ő látogatja a börtönbe, és ő viszi be ezt a hírt, hogy elmenekülhessen Eszterházy János, elszökhessen, és János nagy megrökkönnyödésére Máriának azt mondja, hogy nem. Neki nincs mielől elszöknie, lelkiismerete tiszta. Nem vétett senki ellen. És marad. 38-ban, amikor Budapesten kínálnak neki parlamenti karriert, akkor igen, egy fényes jövő állt volna előtte talán, ahogy mondtam, magas posztokba juthatott volna. De ezt elutasította. 45-ben a szabadság és a rabság között választhatott. Ha itt marad, akkor rab lesz, vagy becsukják, arra számíthatott, vagy egy rabországba kell élni, hiszen nagyon jól tudta, mit jelent a kommunizmus. Lengyelország azon a részén, amelyet a szovjetek szálltak meg,
ugyanolyan kegyetlen volt az élet, mint a másik részében, ahol a nácik uralkodtak. Tehát a szabadság helyett 45-ben a rabságot választotta, de itt 49-ben már nem ez a kérdés, hogy politikai karrier, vagy rabság, vagy szabadság, hanem az élet végső kérdése, az élet vagy a halál. És emberileg érthetetlen módon ő a maradást, a halált választotta. De ezt már ő akkor nem halálnak nevezte, hanem másképp Krisztus követésének is. Egy levélben, amit megír a kórházból, ezt a döntését így magyarázta. A háború vége felé, amikor a pesti ostrom elkezdődött, akkor kezdtem imádkozni azért, hogy a Jóisten engedje meg, hogy akár szenvedések és nélkülözések árán is méltóvá váljak arra, hogy őt megtisztulva követhessem. És mivel ezt kértem, ezért imádkoztam, amikor az oroszok elszállítottak, és aztán később is, mikor nagyon nehéz volt, teljesen nyugodt voltam. Egyszerűen azt mondtam magamnak, nem szabad kétségbe esni, hanem örülni kell, mert az Úr Jézus meghallgatta a kérésemet. És a levél további részében azt kéri, imádkozzanak azért, hogy végre tudja hajtani jó szándékait, vagyis fölajánlásait, és vezekelni tudjon. A hét minden napján imádkozott valakiért, és felajánlotta a szenvedéseit, családtagjaiért, gyermekeiért, szeretteiért, és a hét utolsó napján, vasárnapon az ellenségeiért imádkozott, és őrtük ajánlotta fel a szenvedéseit. Mariska egy alkalommal a börtönben megkérdezte tőle, vajon nem érez-e gyűlöletet azok iránt, akik ilyen helyzetbe hozták őt, akik ártatlanul zúdították rá a szenvedéseket, és ő csak annyit mondott, no hallod, ha ez volt a Jóisten akarata az én életemben, akkor ez nekem is jó, mert ki vagyok én, hogy megkérdőjelezzem az Isten akaratát. És Mariska, amikor ezt leírja egy levélben a nyugaton élő nővéreinek, akkor azt mondja, ezt fűzi hozzá, ez az ember, aki visszajött, már nem az, akit elvittek. Ez egy teljesen más ember, egekig érő különbséggel az előzőhöz képest. Nemesebb, fegyelmezettebb, a szenvedés által megpróbált, melyből Isten segítségével győztesként került ki. Teljes egészében Istenre koncentrált lélekkel. 100%-ban férfi, 100%-ban katolikus. Hogy is ismerhettem volna őt fel, hiszen a sok átélt szenvedés és küzdelem testi valóját teljesen tönkretette, de lelkét fölemelte. Egyik rabtársa, Csáki Mihály, akinek sikerült megmenekülni a gulágból, így írta le az ottani viszonyokat. Közép-Európából ide került foglyok, siralmasabbnál siralmasabb viszonyok közé kerültek. Ki gyorsabban, ki lassabban, mind reményüket veszte, fokozatosan vetkőztek ki emberi mi voltukból. Törtek meg lelkileg, testileg. Nem úgy Eszterházi, ahogy süllyedtek a többiek, úgy emelkedett ő. Úgy nőtt napról napra is lett köztünk közéleti férfiból a szó legnemesebb értelmében emberré. Ugyanolyan sanyarú sorsában volt, mint a többi, mégis talált módot, hogy segítsen mindenkin, akin csak tud. Megossza ebédjét, tanáccsal, biztatással, jó példával lássa el őket. Levetette az emberi gyarlóságokat, és csak a magasabb, szentebb célok érdekelték. Kedves barátaim, kedves hallgatóim, ez az ember mondta, hogy mi a történelmünkből megtanulhattuk azt, mi magyarok, hogy csak az olyan törekvések jutnak diadalra, amelynek mártírjai vannak. Eszterházy János önként ajánlotta fel az életét az ő népéért. Ő a politikus szolgálatát nem tekintette egy fizetett pályának, egy szakmának, hanem küldetésnek és hivatásnak. És amikor megszűnt a lehetőség, hogy politikusként dolgozzon és éljen,
akkor a szenvedéseinek felajánlásával szolgálta az rábízottakat. Abban azokban a börtönökben, ahol járt, és most egy befejezésként mutatok egy-kettőt, hogy amikor hazajön ebben a kórházban, imakönyvet kér, de hát minden elpusztult Bariska, csak egy kis vékony imafüzetet vitt be hozzá Prohászka Otokár keresztútját, és ő ebbe a füzetbe jegyzi be saját börtön kálváriájának állomásait, és hogy hol, mikor vitték el, hol tartóztatták le, és saját kálváriája szinte összefügg, összefor Krisztus szenvedésének állomásaival. És valóban börtönről börtönre hurcolják, mert mindenhol károsan befolyásolja rabtársait. Elmondja az egyik rab, egy pap, hogy amikor titokban a börtönben misét szolgáltattak ezek a bezárt papok, hiszen nagyon sokat börtönöztek be közülük, őket átkutatták, ezért az átváltoztatott kenyérmorzsákat Eszterházi Jánosnak adták, és ő vitte a tovább civil emberként a betegekhez, de ahol csúnyán beszéltek, vagy gorombán káromkodtak, onnét kiment, hogy ne szentségtelenítse meg az Úr testét. És mondja az egyik pap, hogy olyan volt, mint egy járó tabernákulum köztünk. És valóban a leveleit is, és a beszédeit is csak szlovákul írhatta Lipótváron, Ilaván, és végül 1957-ben, 12 évnyi börtön kálvária után jutott el ide a Mírovi börtönbe, ahol átadta az lelkét a teremtőjének. És milyen érdekes, ugye azért imádkozott, hogy ne hallhasson meg szent áldozás és szent gyónás nélkül. Éppen március 8-án, amikor halála bekövetkezett, ebbe a börtön szanitész cellába, ahol elkülönítették ezeket a súlyos beteg rabokat, akkor szállították oda be Vaszil Hopko, görög katolikus püspököt. És egy püspök karjába, ahogy elmondják a szemtanúk, egy püspök karjába adta vissza az életét a teremtőinek. Ez a püspök látta őt el a szent útravalóval és a szentségekkel. Kedves barátaim, ha meg akarjuk érteni Eszterházy János életét, nagyon nehéz, hiszen egy titok, egy ember, aki szabadságra született, arra született, hogy egy csillaga legyen a közéletnek, a politikának, ilyen a szenvedéseknek ilyen súlyos útját válassza, és ezen megy tovább. És ezen 12 évnyi politikusi pálya után 12 évnyi szenvedéssel, így szenvedéssel teszi föl a koronát az életére. De talán megérthetjük az ő, ha elolvassuk az ő nyilatkozatát, és ezzel szeretném befejezni. Ezt is még szabadon mondta politikusként a II. Világháború sötét éveiben, de talán minden szava érvényes a mai napjainkra is. Végtelenül komoly és rendkívül súlyos időket élünk, melyekben fokozott a felelősségünk, és tessék megfigyelni az ő értékrendjét. Mit vallott ő az életében, milyen értékrendet? Fokozott a felelősségünk Istenünkkel, nemzetünkkel, családunkkal, utódainkkal és önmagunkkal szemben. De vállaljuk ezt a felelősséget, nem fogunk sem megtörni, sem helytelen utakra tévedni, nem fogunk összeütközésbe kerülni sem az isteni, sem az emberi törvényekkel, mert rendületlen a bizalmunk és a hitünk az isteni igazságban. Bízunk a magunk erejében, és emelt fővel hirdetjük, hogy lelkiismeretünk tiszta, becsületünk érintetlen, nem vétettünk senki ellen, és csak azokat a jogainkat követeljük és védjük, melyeket már a múltban kiharcoltunk, és melyek föltétlenül megilletnek minket. És itt a prófétai előrelátás,
ha szenvednünk kell magyarságunkért, panasz és zokszó nélkül tesszük ezt. Mert mentül szilárdabban nálunk ilyen körülmények között, Isten adta jogaink alapján, annál értékesebb tagjai leszünk a nagy magyar közösségnek, s annál eredményesebben tudjuk majd szolgálni Isten segítségével örök magyar céljainkat. Isten és nemzet. Eszterházy János tehát a saját szenvedését, saját kálváriáját el tudta helyezni egy kis mozaikként a magyar nemzet egészének a történelmébe, mely bizony szenvedések tömkelegéből áll. És ez a szenvedés, amelyet ő vállalt, nem önmagáért történt, hanem másokért, fele barátaiért, akiket szolgált és akiket szeretett. Ezek azok az értékek talán összesítve, amelyek Marek Jendraszewski, Ján Jankut látjuk, aki ott a halálos ágyán szanitészként, és tanúságot tett erről a Vasil Hopkóval való találkozásról. Itt látjuk Mariskát, aki látogatta őt. És hát tulajdonképpen ezek azok az értékek, amelyek arra vezették a krakkói érseket Marek Jendraszewski atyát, hogy 2019-ben Krakkóban megindítsa Eszterházy János boldoggá avatási eljárását. Ez az eljárás jelenleg folyik, és Eszterházy János megkapta az Isten szolgája kitüntető címet, közben lehet járni, közbenjárását lehet kérni, tiszteleteit már így engedélyezik, akár a templomok falain is ott lehet, mert megérdemli, hogy ott legyen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Isten áldja. Thank you.